Különleges hangulatot biztosított a Gyulai Vár udvara a Minden Magyarok Borai elnevezésű borestnek. A két meghívott borász, Maurer Oszkár és Zágmeister Ernő 4-4 bort kóstoltatott a program során az Estházi gazdájával, a József Attila díjas íróval, Ambrus Lajossal. Az irodalom és a bor azok édes testvérek, hiszen a legősibb műfajokról van szó, arról, amit az emberi tevékenységnek az ős eleméről, ugye a szőlőtermesztésről, hiszen már az ókorban jeles szőlőtermelés volt mondjuk az európai földrészen, és ennek megfelelően az ókori szőlészet, ez már az ókori költészet is felsorakozott, hiszen Bacchus Isten dicséretére különféle kánciók, énekek, mindenféle bordalok készültek. Az est középpontjában a szerémségi borok voltak. A szerémségről tudható, hogy a magyar borászat bölcsőjének és első központjának tekinthető. Az egész középkoron át a borok királyaként emlegették. A Kárpát-medence borvidékei közül pedig az egyik már a római korban is létezett, ez pedig a szerémségi. Szerémség a történelmi Magyarországnak a leghíresebb borvidéke volt, török kor előtt az első számú borvidék, és nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, hogy mi ránk gondoltak, és külön megtiszteltetés az, hogy egy olyan embernek a városába érkezünk, mint Ambrus Lajos, akinek a munkássága nagyon-nagyon sokat jelentett mindannyiunknak, akik a bort nem csak isszuk, hanem a bort egy érzelmi, szellemi térbe tudjuk elhelyezni és elképzelni. A két borász magával hozta a szerémi borvidéken már évezredek óta tartó bortermelés történetét is. A kedvező klimatikus viszonyok, valamint vulkáni és üledékes talajok, kőzetek keveréke, a megfelelő földrajzi fekvés mind-mind a szőlőkultúrának kedveztek. Az este során a borkóstolást végig kísérte a poétikus párbeszéd a meghívott vendégektől és Ambrus Lajostól, ami fokozta a borkóstolás élményét.